Az Észak-Magyarország válogatott keretében 16 játékosból 14-en bereg megyében rúgják a labdát, közülük heten Ibrányban játszanak Gelliszki Máté keze alatt. A régiós amatőr válogatottok tornájának keleti elődöntőjében Cegléden, Műfüves pályán a találkozót végig irányítva Koszte a 23. és Varga 90. percben esett találatával két gólos előny a visszavágóra az Északi Gárda már nem csak szabolcsi játékosokat lehetett meghívni. Egy Hajdú megyei és egy Borsod megyei játékos volt a keretben, ők a kezdőben is szerepeltek. Nem tudtunk gyakorolni előtte, ezért nem tudtuk azt, hogy akkor mi várható a saját csapatunktól. Tudtuk, hogy, hogy azért masszívak leszünk, szervezettek leszünk, ami be is igazolódott. Az ellenfelet én azt mondom, hogy, hogy ismertük, és tudtuk azt, hogy mi az erőssége és mi a gyengéje. Ezt próbáltuk kihasználni, ezek szerint egész jól ment. A visszavágott március 30-án rendezik Ibrányban. A szakember a két gólos előny birtokában bízik a döntőbe jutásban. Akármennyire is jó az Ibrányi pálya, biztos, hogy lassabb lesz a játék. Ez mindenképpen annak kedvez, akinek jó az eredmény. És e, nem kell sietetni a játékot. Én azt mondom, hogy ugyanígy e, kell játszanunk, mint az odavágon. Ott sem álltunk bevédekezni, hanem, hanem váltogattuk azt, hogy időnként letámadtuk az ellenfelet, néha visszahúzódtunk és területet hagytunk saját magunknak, gyors embereink vannak, úgyhogy ezt próbáltuk kihasználni. Én azt mondom, hogy ha ugyanígy tudunk játszani, ugyanebben a felfogásban, nagyon egymásért küzdöttek a játékosok, még annak ellenére is, hogy volt, aki ott mutatkozott be egymásnak. Úgyhogy ezt legalább sikerült elérnünk, hogy, hogy egy csapatként működött az egész történet. Ha így tudunk játszani, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy mi játsszuk majd telkiben a döntőt. A május 16-án esedékes döntő győztese képviseli Magyarországot az őszi amatőr Európa bajnoki selejtezőkön. A tervek szerint Nyíregyháza és Kisvárda lesz majd a tornaházi gazdája.